Hello mindenki! 2016. január első napjaiban jelentett be néhány új kompakt fényképezőgépet a Canon cég, köztük a PowerShot SX410IS utódját, ami az SX420IS névre fog hallgatni, illetve már hallgat is. Íme jobb oldalon látható az új modell, bal oldalon pedig a régi, ami még mindig forgalomban van, úgyhogy aki még szeretne a régiből vásárolni, az valószínűleg így 2016 elején még tud. Na de nézzük meg, hogy a két gép között mi a különbség, miben újult meg az SX420 a 410-hez képest. Hát ahogy látszik, külsőben nem nagyon. Sőt, szinte azt mondanám, így a képeket összehasonlítva, hogy semmiben, de hát ezt természetesen csak akkor mondhatom ki 100%-ra, hogyha kézbe fogtam a gépet, az pedig még nem történt meg. Nos, nézzük meg a színeit. Ugyanazokban a színekben kapható, mint az előd, ez a piros és a fekete szín, tehát ebben sem történt semmiféle előrelépés, de nézzük is tovább. A képérzékelő ugyanaz az 1x2,3 colos CCD érzékelő 20 megapixeles valódi felbontással, úgyhogy ebben sem kapunk semmi újdonságot, ahogy a feldolgozó processzor is teljesen ugyanaz. De hogyha tovább nézzük, az objektívnél már találunk egy kis újdonságot, mégpedig azt, hogy egy picit tovább húzták a gyújtó távolságot, 172 mm helyett 180,6 mm, ami kisfilmes értékbe átszámolva 1008 mm-t jelent a 960 helyett. Jóformán semmi, tehát jóformán semmit nem kapunk, ez a nesze semmi fog meg jól kategória, de hát van valami. Ehhez képest, ehhez mérten ugye, sajnos a fényerőnk egy picit romlott, 6-3-ról 6-6-ra, ez körülbelül arányos azzal, amennyivel nőtt is a gyújtó távolság, nagyon picit rosszabb a fényerőnk is. És ha jól látom, itt három darab UD lencse van ebben az objektívben, ami azért már jelenthet valamit, lehetséges, hogy egy picit jobb minőségű a színkezelése, illetve a színhiba csökkentése az objektívnek, de hát erre sem vehetünk mérget. Minden esetre objektívbe talán egy hajszálnyi, paraszt hajszálnyi előnye van az új modellnek, de igazán csak emiatt nem érné meg a gépet, és hogy megnézzük az összes többi adatot, minden az élességállítás maradt, 9 pontos, az expozíció vezérlés ugyanúgy, ez egy automata gép, tehát itt nem tudod állítani manuálisan a főbb expozíciós értékeket, úgy mint a rekesztés, a záridőt, az ISO érzékenységet igen, az is maradt 100 és 1600 között állítható, semmiféle újdonságunk nincs, ugye a záridőnk, ami automatikus, ahogy említettem, az 1 másodperc és 1 négyezred másodperc között állítódik, és bizonyos felvételi módokban talán 15 másodpercet is beállít automatikus módban, vagy automatikusan. A fehér egyensúlyunk sem változott. Igen, sajnos a fényképezőgépnek az egyik hátránya, az már a korábbi modellnél is a 230 ezer képpontos hátsó kijelzője volt, ami őszintén szólva évekkel ezelőtt volt divat, tehát ilyen felbontás. És sajnos az új modellben semmit nem változtattak, tehát úgy látszik, hogy nagyon spórolni akartak ezzel az új modellel is. Egyelőre csak a zoomban kapunk, mint mondtam, paraszthajszálnyi előrelépést, semmi másban nincs. A beépített vaku ugyanaz, a vakumódok ugyanazok, a felvétel készítésnél a különböző témamódjaink úgy néz ki, hogy ugyanazok, ugyanúgy 32 jelenetet képes automatikusan érzékelni, videómódjaink is vannak, de ugyanúgy 21, mint az elődben, a sorozatfelvétel semmit nem változott, ugyanúgy 0,5 képet készít másodpercenként, vagyis nagyon lassú, két kép készül, vagyis két másodpercenként készül egyetlen egy darab kép, ez még mindig nagyon lassú. Itt a képméretnél úgy nézem, hogy elírták az adatlapot, természetesen ugyanez vonatkozik erre, a legnagyobb képméret az 20 megapixel, ami 5152x3864 pixelt jelent, semmi nem változott ezeknél sem, a videófelvétel ugyanúgy HD-t tud, 25 kép per másodperc sebességgel, úgyhogy a Full HD még itt sem aktuális. Ha így végignézzük az egészet, akkor egyetlen egy plusz és egyetlen egy nagy különbséget vehetünk észre, azt, hogy az újabb modellben van beépített Wi-Fi is. Íme itt van.
kiemelve, ami az elődből hiányzik. Úgyhogy egy darab nagyobb és egy darab kis újdonsága van az idei modellnek az elődjéhez képest. A nagyobb újdonság az, hogy Wi-Fi-vel szerelték, és ez tényleg egy nagyon jó dolog, mert nagyon egyszerűen mondjuk telefonra vagy tabletre tölthetjük azonnal a képeinket, sőt, valószínűleg ezekről az eszközökről távvezérelhetjük is a fényképezőgépet, úgyhogy ez egy tök jó dolog, hogy Wi-Fi is van, és van még egy nagyon pici előnye a gépnek, hogy 40-szeres helyett 42-szeres zoomja van. Ennyi mindössze a különbség a két fényképezőgép között, úgyhogy akinek megéri a Wi-Fi és a paraszthajszállal hosszabb zoom, az vásárolja az SX420-at, akinek viszont nem és szeretne egy picit spórolni, nem akar annyit költeni az új modellre, az az SX410-et vásárolja. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, ennyi volt a Canon új SX alapmodelljeinek az összehasonlítása. Sziasztok!